Very igényes, very nagyon fasz a Gamescu. Itt tulajdonképpen az alsó tagozatos pókember pozitúrát felvett fiatalember feszül itt trabantlámpa pupillák a koronitából hazafele, még vicsorogva eszi a rántott húst, bevadálva, mint a klinikai halál, és hát a körme alatt némi szar pihen. Úgyhogy ezzel fogunk játszani, nem tudom, hogy mennyire jó ez, Nocturia, the game. Nocturia, jó napot, hello, szevasztok, csel mindenkinek is, nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, Hargitai, kösz szépen a 291 Dodót, Vivi, nagyon szépen kösz a Resubolt, Rob, nagyon szépen kösz neked is, Gergő, a 13 Dodót, nagyon-nagyon szépen kösz Melecski a 420-at, szevasztok, testvérek, szájba baszott, rogyba tekert, karikára vágott, szanaszét tiport, mocskos kozáksapka kinézetű horrorjátékkal fogunk baszódni, mint a nyugdíjas a busz végében. Nagy tisztelettel, szeretettel meg is fogunk indulni mindjárt, mint a tolópályás. Az 1000 nézőt azt megvárjuk, az kurva élet, mert köszönöm szépen. Nocturia. Azok olyan nocturiák lesznek itt. Mit jelent az, hogy nocturia? Ki tudja, senki, jó van. Andrea, kösz szépen a Resubot, hello, hello, mikor lesz újra podcast? Hétfőn, Ákos, és neked szubod, mikor lesz? Halljuk, lássuk. Jó, meg is van az 1000, a hangerő meg most föl teker. Szevasztok, szevasztok, csá, mindenkinek kifikapi horrors. Följebberem a hangot. Fővertem a hangot, nem csak a hangot. I have to pee. Now! Okay, I have to go to the bathroom or they will call me again. Húgyoznunk kell, és megyünk mi most a fürdőszobába. Regina, nagyon szépen kösz az 1000-est. Szia, szép vagyok, szia! Nagyon szépen kösz a 4500-öt, de nem donételhettek most már. Köszönöm szépen. Szóval húgyoznunk kell. De mit mondott? Menjünk a fürdőszobába. Vagy az... Kurva sötét a game. Igen. Egyébként a gyerekeimnek volt ilyen a mennyezeten. Ilyen világítós sillag. Már most kikészít idegileg a klattyogás. Fogjatok le. Legalább... Baszik, most nem rossz volt, de... Az orosz horrorjátékok kurva jók. Van egy stúdió, aki nagyon jókat csinál. Valamit kell tennünk itt nekünk. Az más színű ez a kallantyú. Igen. Vagy bug. Aha. Igen. Tudok ugrani, vagy ilyesmi? Nem, ugye? Ja, de, aha. Hú, geci. Igen. Vagy innen már azt a kurva is meg is szereztük. Mikor lesz RP? Amikor bekapod a passzomat. Mit szólsz ehhez? Képes vagy rá? Baszik, itt gondolkodni kell. És ezt hogy teszem most le? Ez nem nekem való. Igen. Aha, itt írja, hogy drop, oké. Okay. Igen. Hát a kurva anyád. Jó. A villany nem tudjuk fölkapcsolni? Erre állj föl, Dick, hol vagyok be? Hát ez ilyen geci! Hát kiestem a falon! Jó napot! De gyönyörű vagy ma is, Dominik. Jó. Figyelj csak!
Újraindítom, bazzi, mert kicsit bebugolt a berendezés. Holnap lesz RP. Srácok, hagyjátok már be ezt az RP-t. Hát bazd meg, hétfő szerda pénteken van. Ne csináljátok ezt velem. Szia, szép vagyok, szia, nagyon szépen köszönöm a pénzt. De tényleg semmi szükség rá is, nagyon szépen köszönöm, mert nagyon sok donételő, nagyon sokat donételsz te is. Most már álljál le és köszönöm. Hagyj nézzem. Hogy van ez? Próbáljuk meg még egyszer. Igen. Bazd meg, most meg kinyílt. Ilyet láttál már? De nagyon szépen kösz. Köszönöm szépen. Csikorgasz az egy dollárt. Hát, nehéz a női lélek, hogy így fogalmazzak neked. Kedves Csikor, kitartás legyen. De mindig szerelmi, te mindig ilyen szerelmi ügyekbe vagy. Ott mi a faszom történik? Ja, ez egy lépcső, oké. Nagy Bluetooth hangszórók. Hát de mi a faszomért, és hol a lámpa? Úristen, Jani. Igen? Oké. Itt nem tudunk lemenni mi. Meggyógyult a... Ez meg mi a geci? A Boogeyman's. Igen. Mi a faszomat kell csinálni? Milyen csípője volt neki, mi? Mi a faszom történik itt? Semmi? Semmi. Oké. Okay. Jó, beszéljünk arról, hogy vannak emlékeitek, amikor ilyen nagy parákba voltatok gyerekként. Nekem van egy álmom, amit soha nem fogok elfelejteni. Mentem a játszótéren, megállt mellettem egy fekete autó. Kiszállt belőle öt pornosztár is. Nem tudom folytatni. Nők voltak. De viccen kívül, hogy van ilyen. Most ez... Itt mi a faszom van? Mit? Itt szopnak valakit? Vagy mi a rák? A kurva anyád, de hangos. Mi a fasz? Ember, hát... Végül is... Biztos van megoldás. Mondd az igazit. Az igazit mondjam. Jó, kézzeljétek el, nagyon kisgyerek voltam, és... Féltem a hókuszpoktól, geci. Tudjátok, hupikék, törpikék, meg ilyen fasságok. Én ettől paráztam. És egyszer azt álmodtam, hogy ott van az ágyam végén áll a hókuszpók. Csúgy a kopasz fejében, és elővette a bohócot. Nem!
A másik kopasz fejét nem igazam, hogy nem, az nem, de tényleg volt ilyen parám, de nem is tudom, nagyon kis, nem tudom, még obodás lehettem, vagy még az se. Úgyhogy volt ilyen. Kajak féltem a hókuszpóktól. Vagy így effektív, de az igazi rossz álbomat azt nem tudom elmondani, mert ez nagyon brutál. De tényleg volt ilyen, az nagyon para volt. Jó, azt álmodtam, elmondom, oké, képzeljétek el, azt álmodtam, hogy ahol lefeküdtem aludni, víz alatt volt minden, és lélegeztem a víz alatt. És minden családtagom, meg mindenki ilyen vicsorítva, nem tudom, mint, tényleg, mintha belettek volna izé Spidesbe, vagy Ekizbe, így vicsorítva sétálgatott körülöttem. Ez volt a legparább talán. Horus törölte. Mit törölti, Horus? Ne töröld az üzeneteit, adja ki magából. Hagy adja ki magából, add ki magadból no, akkor. No, írd le még egyszer. Please, let me go to the bathroom. Csikor, kösz szépen. Hát azért nem lehet hibáztatni, a fiatalság bolondság, tudod. Jó, szia. Itt nem tudom, minek kéne történni. Figyelj csak! Téged a hókuszpók nyomogat! Most ezt mondaná rám az akkori önmagamnak. Jó, segítenétek? Rájönni, hogy mit kell csinálni? Az erdőben laktam. Ez a gyerekkori rémálmokról beszélünk, bazd meg. Nem lehet lemenni a lépcsőt. Na, nekem mikor kicsi voltam, az volt a rémálmom, hogy eperke megfőzött. Ki a passzom az az eperke? Jó, most ez lesz, gyerekek, írjátok le a rémálmaitokat. Most már teljesen más rémálmok vannak a felnőtt korban. Kintről a kapuról kiabál valaki, hogy Melkor bevezés, jöttsünk! Feltartott kézzel jöjjön ki! És boxeralsóba belkerülök izébe, egy videóba. És direkt szarosat fog fölvenni. Vigyük a sáblit oda? Nézzük meg. A székráj... Jó van, már hallgassatok, mert... Hát de geci! Hát kijöttem a játékból, bazd meg! Hát mi a faszom van itt? Jó ember. Hát elmegyek a dohányboltba mindjárt. Nézd már ide. Komolyan mondom, ez felháborító. Na most már ki se lehet lépni a játékból. Hát ez nem szép dolog. Micsoda dolog ez? Most a pornójátékok lehet látszani fognak. Nekem kb. 8 éves koromban volt a rémálmom, hogy egy folyosó végén egy csecsemő hídpozban elkezd felém jönni, és olyan gyorsan pörgeti a kezét, hogy felröpül. Mi a fasz? Hagyjad be! Ez mi a fasz? Én a hídposztvágok pesírdál.
Hogy lehet ilyen bugos szargén, bazd meg? Na mindegy, megcsináljuk még egyszer, mert kitartóbb vagyunk. Olyan álmom volt, hogy anyukám távol volt tőlem, és akár egyszor odaértem, mindig eltűnt, és máshol volt. Szegény. Te nagyon szereted az anyukádat akkor. Meg a pinát, igaz? Hazudtak össze-vissza, csak trókodtok, bazd meg. Kajak? Horuszet, van ilyen? Jó. Egyből oda megyünk, amúgy. Nekem az volt a rémálmom, hogy telefonoztam, és nem volt szóban. Fú, de az mondjuk tényleg durva, geci. Hát annál ne is haragudjon meg a világ. Milyen jó, hogy ide jöttem a vak sötétbe, geci. Lámpa nélkül. Olyan rémálmom volt, hogy hetero voltam. Az karaj. Jó, nézzük meg, hogy hát, ha nem bugolok most át az ajtón. Mennyibe kerül ez a játék? Nagyon olcsó, azt tudom. Nem merem közel tenni, mert... Hát ez így is úgy is zárva. Van itt még egy szekrény. Nagyon jó. No, Coco, no, now. Ez milyen játék? Ez egy horror game, de... Inkább szarnak mondanám. Be fogunk húgyozni. Ha nem tudunk el... Azon gondolkodok, hogy vissza kell jönni, és be kell menni a WC-re. Jó, köszönjük. 10 euró! Hát azért ez rablás, gyerekek. Lehet, hogy pofán kell baszni a sámlival a bombust. Pedig a trailerben olyan jól nézett ki, meg amúgy nem néz ki rosszul itt se. Most azért jövök ide-vissza, mit fog pofázni. Ha elindul a script. Igen. Aha. Ott van egy gyertya. Nem volt bolt, nagyon jó. Nővéremmel volt közös álmom. Ugyanúgy egy vénasszonynal álmodtunk, aki csak vigyorog ránk az ablakból. Hagyjál már! Sarkunti betegek vagytok. Beszéltetek róla, biztos azért. Humer, kösz szépen a 400-at! Trizicki, kösz az egy dodot. Nagyon nagy király vagy, köszönöm. Jó, most megnézzük, hogy... Nem. Jó nagy buzi zenét hallgat ez. Itt mi van? Hát bazd meg, itt nem lehet átmenni. Mi a kurva anyját kell csinálni itt?
Visszük a hokedlit. Üdv, szia! Szevasz szarvasról, forgószék Marilyn. De aki nem szék, hanem szél. Kata, szia, hello, hello. Kicsiként alvásparalízisem volt. Nekem kolbászparalízisem van mindig. Te geci, ezt nem hiszem el! Ez jó fasz! Ez a menjem a kurva anyádba! Hát ez mi a rücskös, retkes! Istenem! Hát ez mi a faszom, gyerekek? Ez már valami félelmetes, geci. Hát ezt nem tudom elhinni, hogy ilyen van. Jó, megvagyunk. Megvagyunk. Visszatértünk. Nagyon jó játék ez, nagyon jó. Ezért adtam 7 eurót. Az hány szub? Aha. Megjött a papa. Ez egy 10/10-es eddig. Baszik, ez a kémé seprők álma, érted? Lerak egy hokedlit dírre egyből a tetőn. Jó napot. Igen. Anyujék meg tapsolnak a hálóba, basznak, mint a nyulak. Pornos játék lesz, gondoltam rá, most találtam egyet. Igen. Hát még... Jó, igen. Tessék. Húgyozunk is. Igen, bazd meg. Na! Elpenészedett a burkolát. Mit kell csinálni? Másfél szub. El kell húzni, anyu meg itt dugja föl magának a zuhanyrózsát. Itthon vagy, anyu? Én kirepülök a tetőre inkább a faszomba. Ja, ezt kell oda vinni, hogy kinyissam az ajtót? Mindent értek. Veszélyes művelet lesz, megint a tető leszünk. Köszönöm. A kurva anyját elvitte az elemet. Ez a tegnapi stream, amikor nem volt a fülesbe, ezért lemerült. És most mi a passzomat kecsi, de nem látok semmit konkrétan. Rácsaptad az ülőkét a kukacra. Amúgy lehet azért kezdett teljes stroboszkóposan látni csorópuja. Nem tudom, hogy fiúk vagyunk-e vagy lányok. Talán erre kell jönni? Most ha... Pornó videó indul? Igen. Szabó Zoli, kösz a szubot! Elindul mindjárt izé privát spice. Ah! Anyujék meg leszaladnak, mi folyik itt? Ott a WC. Most mi a faszom van? Itt kell valamit baszni.
Ez mi? Mi ez? Kikapcsoltam a tévét. De van sötétve, nem látok semmit, Getz. Nulla. Hú, bazd meg. Oda kell menni, mert ebbe van elem. Köszönöm szépen, szia, szép vagyok! Horusz, ne fegyél bele a fronti tribót, mert... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most itt mi a faszom van? Ember. Mindjárt belebaszok egyet a monitorba, de komolyan. Jó gazdag vagy dobálozó itt négy rongyokkal állandóan. Adj már köli be. Adol köli? Minek kell a távirányító? Az elemet kell kiszedni belőle? Itt van valami. Jó, menjünk innen a gecibe. Ti láttok valamit? Ti se igaz? Full vakon bazd meg. Kurva anyját, hát tényleg kiborulok ettől a game-től. Kettes kuka bekészítve. Ez meg csak sikerül. Na. Épp az összesen, de ne add nekem, hülye gyerek. Akkor már baj van. Ez mi a geci? Itt lebeg valami. Ja, semmi. Szóval elénk tolták itt a széket. Nem volt indokolatlan ez a némítás. Nagyon csúnyát írt el. Úgy látom, egyből jött a bizonyíték. Az önérzetemet megbántottad. Az mi a faszomot? Az mi a geci? Itt valaki hesszel minket? Vagy mi? Ez az... Ez mi van veled? Ott ül valaki a... Nem tudom, ti látjátok-e. Figyelj, itt át tudjuk érezni ezen a streamen, hogy szegény vakok embereknek milyen nehéz az élete. Kapcsold már be a tévét, geci. Amúgy ez egy jó game lenne. Megmondom őszintén. Ott is ül valaki, vagy mi a faszom van? Csicska. Ez mi? Ereszetek. Látjátok a puját? Mi van nála? Van nála valami? Szia! Hello! Nem nézek oda. Kurva anyád! Azt nézem, hogy nincs izé. Fejebb lehet állítani ezt a lófaszt. Nem tudom, látjátok? Látjátok a faszt? Itt ül egy gyerek. Világít a szeme, szája a szopásra. De ez így van kitalálva, hogy hótkoki sötétbe kell itt téblábolni. Nem tudom elhinni, geci.
Oké. Nézd meg, ott ül. Aha. Nem lett jobb a helyzet. Egy nagy fekete passz lepi be a tévét. Oké. Se hajolni, se guggolni. Én nem értem ezt, bazd meg. Gyomrodat kiette már a rák? Hogy itt rovázol? Csöves gyerek. Ha? Kikapcsolom a tévét, ha még egy ilyet. Figyelj csak ide, kis buzi. Hú, ez el van picsázva rendesen, csoró. Ez egy labirintus rendszer. Most jöttem rá. És az előbb már itt egy szék van elénk tolva. Meg leszel majd szólva. Én miért nem tudok tovább menni, geci? Mi van itt előtte? Mert nem látok semmit, hogy verjem bele a faszt! Azt alá menj be. Nem tudok. Nincs guggolás vagy ilyesmi. Drága bátyám. Nézd meg. Ki vagyok hízva. Mint a valóságban, tudod. Faszomat nyomjam bele. Ez mi amúgy? Ez sütő? Vagy ez mi a faszom? Egy szekrény? Itt is tudok menni, de itt se enged el. Itt el kell menni jobbra. Igen. Aha. Hú, ez egy nehéz szülés volt, ember. Igen? Oké. Okay. Tévét kapcsold már vissza, geci, hát nem látok. Jó, már szop ki a fasz. Te veled mi van, te gyászkereszt? Ez mi a fasz volt? Jó, izotóp volt a reggeli. Kicsit szikrázik a szeme. Jó, igen. Most ezt a gyereket kell elkapni? Nem, az még mindig nem működik, jó? Megoldjuk. Hova lett?
Geci. Menj már tovább, faszopó! Eltűnt a tévé. Ja, leborította a tévét, bazd meg. Drága, anyádig fővettek 3 évre. A hitelt, azt így viselkedsz. Ajjaj. Értelek? Jó, jó, semmi baj. A büdös kurva. Amúgy ez egy fasz a játék lenne, nem lenne ilyen szétbugos. Dzsuva. Jó, itt vagyunk, megjöttünk. Jó, igen. Elemet hogy kell kivenni? Távirányítóból nem lehet? Nem azért... nem. Gyerekek, ne basszatok már föl, mert tényleg... elsírom magamat. Hát ebből 3 kell, vagy nem? Igen. Mirion, kösz szépen a 199-et. Jó, itt backseatre van szükség. Nem tudom, hogy... Volt koki sötétben, hogy a passzomba találsz egy kurva elemet? De akkor volt a legizgalmasabb, amikor... Itt eltűnt minden, nem? Keressél még egy elemet. Oké, bazd meg. Ezt nem bírom visszatenni oda, hogy legalább az a, még a szartév is föltöz lesz baszva. Tök mindegy. Ez egy black screen séta. Ez véletlen finom a zsangó mangó. Erik. Ó, tisztó. Te az az Erik vagy? Nagyon sötét van. Mi a geci történik itt, bazd meg? Eri, nagyon szépen kösz az 1000-est! Jody Bravo-tól féltem, rémálmom is volt. Martin, kösz a 200-at! Mit ő, hogy a szőke hajába megcsapkod, vagy mi? Zsolti, kösz a 200-at! Lehet írni a izéket, a rémálmokat. Milyen rémálmod van neked most itt? Anonymous, nagyon szépen kösz a 20-dodot, bázzek, köszi szépen. A Johnny Bravo az a szőke csávó, nem? És ez egy tök ártalmatlan mese. Itt egy ablak. Ez lesz a megoldás? A villanyszámla, az nekem is, fú, az nekem is. Mi? Hol van a földön? Valaki mondta, hogy ott van a földön. Mi? Mi ez a piros lófasz? Uncsi ez a játék. Gerasz? Kiszáradt a szem nagyon. Sokkal jobb.
Jó, megyünk tovább. Mús volt a rémálmom szellemirtokból. Mici mackolt, hogy megesznek malackával. Hagyjál már most, de most komolyan kamuzzatok, mert malacka basz meg. Hagyjad már. Szent Habakuk. A rádió izi előtt a földön? Az mit jelent? Elfogyott a zsangó mangó. Nekem pont az a rémem, hogy nem fogyott el. Pöcsünket nem tudjuk berakni a harmadik elem helyére, az jó van. Benyálazzam? Lassasan nagyon rendes vagy, de köszönöm, nem. Most nem vagyok buzi. Nem tudom miért, de mai napig kerülöm a Cartoon Networköt. Scooby-Doo. Előugrik a nagy 22-es Scooby Snack. Ami világít, abban van az elem. Hát ezt nem tudjuk levenni. Bazzik, kurva jó lenne ez a játék, ha egy kicsit foglalkoztak volna melemure. Nem? Hát bazd már meg, hogy lehetsz ilyen? Ebbe? És ezt hogy veszed le onnan? Ráadásul kajak nem látsz semmit, volt koki feketeség. Nem látni semmit, bazd meg. Hát azt látom, amit ti. De úgy nettó. Bazdmeg, teljesen eltévedtem, geci. Nézzél ide. Oda néztem. Nem tudok ugrani. Nincs ugrás. Zoomolni tudok. Én tudjátok, mit ő félek, hogy nem találjuk meg az elemet. Egyszer azt mondta, hogy embert sütöttünk egyben. Azt a kurva Mikulós! Egyszer azt mondta, hogy embert sütöttünk egyben, én még pici gyerek voltam, és hirtelen kinyílt a szem egy tűzben, és nevetve elkezdett rángatózni. Mikulós, te úgy jársz, hogy pszichológushoz, vagy valami? Szedsz valamit erre? Egy műtétről jöttem ki, és egy rozsdás ágyon toltak ki, le voltam kötözve, és akkor megnéztem, hogy kitol engem. Nem állt ott senki, az egész kórház üres volt. Hogy nincs ugrás? Nincs ugrás, hát... Ez nem ugrik, bazd meg. De már eleve fura az az egész sztori, hogy itt ilyen sötét van. És ez egy elég bugos game. Imre, én egy dolgot kérek tőled ma, hogy borulj a tökeimre. Amúgy atyám, amit most néztek, ami világít, az tévé amúgy. Oké, de nem lehet bekapcsolni. Mert ide jövök, nézd. Semmi. Itt van előttem valami, egy asztal? Vagy mi a geci? Ez egy szekrényem van rajta. Nem mindegy.
Nincs fényerő beállítás a játékban sajnos. Igen. Nincs semmi. Itt van a controls. Azt mondja, hogy space jump. Nézzük már meg. De nincs olyan, csak akkor, hogy tárgyra tudsz fölmászni. Ilyen az, hogy ugrasz magadtól, nincsen. Mindegy, jó ez a stream, srácok, mert kiderülnek itt a horror álmok. Kecit érdekel, érted? Most én nem fogok itt beduzzogni. De az elég para, hogy ilyen holt sötétbe kell gecizni. Jó, szobd ki a faszt. Szia, atyám, szex, köszi. Nem lehet újból kivenni az elemet? Próbáltam. Húzd fel a képernyőfény. Téged húzlak föl mindjárt. Jó? Nekem te vagy a rémálmom. Az korrekt. Én örülök, hogyha rémálom lehetek. Rémálom! Vissza tudjuk szedni az elemeket? Nem. Jó, föladjuk hivatalosan? Mondjátok ki együtt, háromra. Geci, az mi ott? Nem elem? Vagy már halucinálok? Az egy szőnyeg? Vagy mi a faszom az ott? Ja, ablak. Valaki nézzen meg kurva végjátszást. Mi a játék neve? Hú, már nem is emlékszem. Nocturia. Nincs fényerő, bazd meg! Nincs ilyen, nincs ilyen. Kilépünk, kezdjük előről. Ennyi az egész. Megvárjuk. Srácok, én megvárom ezt most. Ilyen vagyok. Szabadság. Among the Sleep-et? Hát az is egy 10 éves game, tökre megírni. Nézem közben. A Magnó előtt volt. Milyen Magnó? Amúgy te vagy az egyetlen, aki gameplayt csinál. De miért? A többiek mit csinálnak? Nem gameplayt. Hanem... Krémplayt? Jó, szeretném, hogyha most nagyon dicsérnétek, hogy a legjobb stream ez, most soha nem láttatok még ennyire jót. Oké? Köszönöm. Amúgy tényleg a magam alatt van. Csak bőrből van az a kis elem. Csak az még lehet, hogy nem háromás, hanem... gombelem. Mi a neve a játéknak konkrétan? Feri. Ferencnek hívják most ezt a gémet. Igen, itt egy ablak van. Ez az egy... Kinézik az ablakon? Kell föl a nap, vagy mi a fasz? Megpirkadt. Úristen, elkezdtem látni. Esmeralda vagyok. Legjobb stream, köszönöm. Jó, ezért most bekapcsolom a tévét. Sárdes, kösz az ezrest! Itt kell lennie valahol a megoldásnak. Kurva anyját mindenkinek akkor, aki ezt a játékot csinálta.
Igaz, hogy te rém álmod, hogy lemerült a fejhallgató? Tudom, hogy igen. Annyira jó, hogy pislogni sem merek, de hogy lemaradjak valamiről. Ebben van igazság most, tehát ez van. Srácok, megpróbáltuk. Ezt nem lehet eltagadni. Mi a gép neve, atyám? Itt írja. Szervusz, jó barát, szia, hello, szia. Nézzük meg. Ez a neve. Jó, srácok, én ezt föladom. Tehát föladom nyilván. Jó, fogd be a pofádat, kis köcsög. Még nem léptük át a két órát, gyorsan visszakérik azt a 7 eurót. Ez egy szar stream volt, de én nagyon jól éreztem magam eközben. Megmondom nektek őszintén. Lehet bug. Az lehet. Zolik, azt a 200 dumázgatom még egy kicsit, aztán magamhoz nyúlok. Mehet? Hurar, kösz a 200-at, hello! A hátlap alatt van az elem. Nem lehetett hozzányúlni. Próbáltuk. Jó volt? Én nagyon élveztem, Zsolti, megmondom őszintén. Tényleg őszinte vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen. Fogytam? Igen. Igen. Igen, nagyon lefogytam én. Lesz róla bod? Bazzik, ez hogyne? Minden bot felkerül. És a vadnézőknek üzenem, hogy ez a legjobb stream volt. Csak a jó részeket kivágtuk, mert ilyenek vagyunk. Rossz részeket töltjük majd csak föl a vodra. A hátlap alatt volt. Nem. Én is hozzányúlnék, nagyon jó vagy, Dezső, köszönöm. Twitch lesz már a 8-tól, igen. Igen. Vágni lehetett a feszültséget végig, de itt ez egy 2 órás stream volt, de ebből egy rosszat fogok feltölteni a bodra. Köszönöm. TikTokon lesz live. Nem tudom, legyen? Szeretnéd, hogy most indítsak egy live-ot a TikTokon? Kihívjak párbajozni? Embereket? Menjen a nagy párbajsz. Only Gágyi párbajsz. Látni szeretném botként. Remélem, hogy visszanézed István, és szeretném látni majd a kommentedet. Hogy ez nagyon élvezted ezt. Twitchen mit streamelsz? Twitchen újjazom magam. Ott ASMR-ban. Végig. Megyünk a Soundra? Jöldik, hát. Azok azt hitté, az, bemennék a Soundra, srácok, azt hitték, hogy elhagytam a gyerekemet, bazzik, azt azért megyek. Bemondatni a kasszánál nevét, hogy Ferike, itt van apa. Nézd már rám, mert én már kiöregettem a nagy Soundokból. Szerelmes vagyok beléd, Krisz, ennek nagyon örülök, köszönöm. Szia. Nem nézed meg a tévér. Rajta porno csatorna, nem. Srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. Egyébként tudom, hogy élveztétek, csak tagadjátok. Sokkot kaptatok, bazd meg, mert tényleg ez volt a legjobb stream. De egyébként érdekes volt, hogy az álmokról beszéltünk, hogy leírtátok. Nekem is volt egy rémálmom, nagyon sok rémálmom van. Mindig. Újat befér Twitchen, annyi szubot kapsz. Ahány ujjam? Elefántot ér hozni? Szia. Nem volt olyan szerint, nem? Valóban nem. Eljössz velem gyaralni Hajdúszoboszlóra. Én szerintem igen, Norbi. Szerintem igen. Szerintem igen. Mit szólsz hozzá? Ez egy nagyon streames stream volt, igen, de még maradok egy kicsit, mert olyan jó a hangulat, hogy
átéljük együtt a szekondert. Ja. Nagyon jó. Szomnom 2001 hely nekem. De te lepjél már meg valamivel. Egyszer voltam Soundon. Ez sok évvel ezelőtt volt, de akkor bulizni voltam. Nem voltam még famous. És hajnalban akartam enni egy hamburgert, akkor volt 5 rongy. Ez mikor lehetett? 16? Valami ilyesmi. Úgyhogy köszönöm. Szia, szép vagyok, szia, szia. Most nem tudom mennyibe kerül, de hát... Srácok, ilyen a biznisz. Ilyen a biznisz. Rusz lesz, nem tudom, podcast, mikor lesz? Hétfőn. Lehet, hogy azért horror játék, mert tiszta bug és szétbassz az ideg. Érted? Most se vagy famous. Hát, ilyen félig famous. Ne vegyétek, akkor lentebb megy. Amúgy igen, az működik. Az működik, bátya. Nem voltam fesztiválon, de félek, hogy nem tudok majd aludni, mert kurni fognak mellettem az egyik sátorba. Annál rosszabb nincsen. Tényleg, amikor hallod, hogy basznak. Ez egy szomorú történet. Nem is tudok róla beszélni. Horror, mert megijedsz. Igen. TikTok párba is lehetne. Srácok, nem szoktam. Nagyon sokan, amikor megy a TikTok live, akkor be akarnak jönni 3000-en. De... Érted azért, hogy fogalmazzak, hogy ne legyen sértő? Sehogy. Mi? Szerintem ez megoldható. Igen. Sehogy nem fogalmazom meg, de nem párbajozok. Vagy lehet, hogy egyszer-kétszer igen. De akkor sem mindegy, hogy kivel. Srácok, nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok. Csók mindenkinek. Kapcsolt ki, hogy ne tudjon ebbe hívni. Nem. 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 Nagyon jó volt az a játék. Kösz, hogy itt voltatok. Csá mindenkinek, sziasztok. És jók legyetek majd ti most. És Károly, kösz a 2 eurót. És fölkerül a vodra ez a nagyon jó videó. Lájkot majd írjátok, hogy legjobb volt ez. Sziasztok. Sziasztok.